1981-ben Dobos Gyula helyére új igazgatót kerestek a Babits Mihály Művelődési Központ élére. A sors különös játéka folytán Kacián János épp arra készült, új irányba keresgél, tanítani szeretett volna a szekszárdi főiskolán. Ott tárgyalunk, amikor egyszer csörög a telefon, 81 valamelyik hónapjában az elején, és megkeresett a megyei tanács elnök helyettese, megtudván, hogy talán a feleségemtől, hogy én ott vagyok, hogy akar velem beszélni, mert itt van a Babits Művelődési Ház, már több hónapja, és nincs igazgatója. Megkerestem őt akkor, és függőbe maradt a főiskolán a beszélgetés, és megtette azt az ajánlatát, hogy mi lenne, hogyha én lennék a következő igazgató, Dobos Gyula igazgató úr után, aki január 1-ével került el a házból. Néhány hetes gondolkodást követően Kacián János igent mondott a felkérésre. Azt szólt mellette, hogy tudtam, hogy a művelődési házban egy nagyszerű apparátus van. Olyan szakemberek, akik 10 év óta begyakorlott munkatársai a háznak, és többen országosan kiemelkedő és hírnevű szakember a maga területén. A másik az, hogy hát tényleg az ember tanul sok mindenfélét azon az egyetemen, de gyakorlatba kipróbálni igazán még azt nem volt lehetőségem. És arra gondoltam, hogy ez a Babits Mihály Művelődési Ház van annyira nehéz feladat, hogy érdemes legyen itt kipróbálni azt a bizonyos elméletet. Ezért döntöttem úgy, hogy elvállaltam. A ház akkor megyei feladatokat látott el, ennek megfelelően szakmai felügyeletet gyakorolt a kis települések kisművelődési házai felett. A ház szakmailag nagyon jó állapotban volt, de mint egy 10 éves intézmény néhány helyen felújításra szorult. Ha az épület oldaláról nézem, ezen gyorsan túl is lépnék. A legkritikusabb az volt, hogy beázott a tető több helyen, de ezt megoldottuk. Szakmailag pedig, mint említettem, jó állapotban volt, mert mindenki tudta a dolgát, nagyszerű kapcsolatai voltak a háznak, Szekszárdváros lakosságával, közösségeivel, és azokkal a környező intézményekkel, elsősorban színházakkal, környező megyeszékhelyekről, amelyek itt Szekszárdon rendszeresen megjelentek, és hogy úgy mondjam, felnőtt egy nagy színházbarát közönség itt Szekszárdon. Volt 2-3 olyan kiemelkedő esemény ebben a 3 évben, ami meghatározta abban az időszakban a háznak a munkáját, egész éves munkáját, és a profilján is valamelyest változtatott. Az egyik ilyen kiemelkedő esemény volt Kodály Zoltán születésének 100. évfordulója, aminek alkalmából nem csak a Hári János okán, hanem egyébként is Kodály Zoltánra való megemlékezés, az átitatta, hogy úgy mondjam, a ház egész éves zenei programját. A másik ilyen jelentős esemény Babits Mihály születésének 100. évfordulója volt 1983-ban, amely szintén országos eseményként itt Szekszárdon rögzült igazán különböző programok formájában. Országos képzőművészeti kiállítás, mert pályázatra küldtek be emberek Babits ábrázolásokat, az ország jelentős művészi nagyságai, vagy például országos versmondó verseny, és a többi, és a többi. A harmadik pedig a háznak a profilján is változtatott valamelyest, nevezetesen 1982-ben tartottuk az első német nyelvű előadást, amely bölcsője volt a német színháznak. Az első próbálkozásunk a színházi
Váró csarnokában, Iglódi István rendezésében, és akkor még bizonytalanok lévén abban, hogy ezt a közönség hogy fogadja, magyar és német nyelven elhangzott előadás volt. Ez lett a későbbi Dajcsa Bühne első kísérlete, mely színház alakulásakor a Babits Mihály Művelődési Központban kezdte működését 1984-ben. Kacián János a mai napig jó szívvel emlékezik vissza azokra az időkre, amikor irányításával működött a ház. Nagyon sok szép élményt, meg vicces eseteket is, meg tárgyi emlékeket. Elsősorban a kollégákkal való jó együttműködést. Úgy gondolkoztam akkor, és ezt ma is vállalom, hogy kinek a szakmai teendőiben nekem különösebben beleszólni nem kell, mert azt ő tudja, ő ismeri a legjobban. Az én feladatom bizonyos feltételeknek a biztosítása a minél nyugodtabb szakmai munkához, és a háznak egy olyan állapotban tartása, ami alkalmassá teszi ezekre a feladatokra. Ennek megfelelően gyakran inkább szemlélője, örülő szemlélője voltam mindannak, ami itt történt, és néhány kezdeményezéssel próbáltam az ő munkájukat tovább segíteni. Három esztendő múltán Kacián János 1984-ben köszönt el az igazgatói széktől, átadva azt Kispál Istvánnak.